Sziasztok! A múltkori videómban már a logaritmussal kezdtünk el foglalkozni, ott a logaritmus azonosságokat jártuk körül, és rengeteg példát is oldottunk meg, valamint megemlítettük a logaritmusnak a definícióját, ugye az A alapú logaritmus B mit is jelent? Az A alapú logaritmus B jelenti, ugye a B szám A alapú logaritmusa, az a kitevő, amelyre a-t emelve b kapunk eredményül, ugye ez a log a b. Kicsit visszatérve még itt a logaritmusnál az exponenciális függvényekre, mivel a logaritmus és exponenciális függvény az kéz a kézben jár egymással, Mindegyik exponenciális függvény értékészlete a pozitív valós számoknak a halmaza, ezért bármelyik exponenciális függvény alapszámát választhatjuk a logaritmus alapjának. A múltkori videómban tízes alapú logaritmussal ö, is foglalkoztunk. Ugye a tízes alapú logaritmust nem szoktuk ö, kiírni, ugye jele LG. A számológépen pedig a log tudjuk ö, kiszámolni a tízes alapú logaritmust. A mai kérdés pedig az, hogy a számológépen nem szereplő logaritmusok ö, esetében hogyan számolhatjuk ki a logaritmus értékét. Például van egy ilyen feladat, hogy kettes alapú logaritmus négynek mi az érték. Ezt így... Ö, nem tudjuk beírni a számológépe, ezt ö, saját magunknak kell ö, kiszámolni. Az ilyen példáknál és a, a mai videómban nagyon-nagyon szükségünk lesz a logaritmusnak a definíciójára, hiszen így tudjuk megoldani ezeket a, a példákat, bárhol is, bárhol is legyen az ismeretlen vagy az alapban, ö, legyen, vagy például kitevőben, de ezeket majd ö, konkrét példákon elmagyarázom. Na, ha segítségül hívjuk ehhez a feladathoz a logaritmus definícióját, akkor a következőképpen kell eljárnunk. Ugye, B szám A alapú logaritmusa az a kitevő, amelyre A-t emelve B-t kapunk. Tehát érdemes ilyenkor ö, a keresett számot mondjuk x el jelölni, ezért ha a definíciót nézzük, akkor ezt magyarra úgy fordíthatom le, hogy ezt a kettest hányadik hatványra kell nekem emelnem, hogy ezt, ö, vagyis a négyest megkapjam. És itt jön előtérbe az exponenciális egyenleteknél tanultak, ezt pedig már pofon egyszerűen meg tudjuk oldani, ugye ideírjuk, hogy szigmon, és akkor a feladat megoldása x egyenlő, Kettővel. Nézzük a konkrét példákat. Számítsuk ki a következő logaritmus értékeket, ez ugyanolyan, mint a mostani példám volt. Ugye bevezetjük, erre vagyunk kíváncsi, hogy az x-nek az értéke mennyi, a logaritmus definícióját előhívjuk, azaz 3 az x-ediken egyenlő 27-tel exponenciális egyenlet, amit fel tudunk így írni, ugye, és x egyenlő 3, ne felejtsük el oda írni a szigmont, és ennek a feladatnak a megoldása ez. Ugyanígy járunk el e, ennél is. Ugye a 4-est valányadik hatványra emelem, akkor 8-ast kell kapnom a négyest fel tudom úgy írni, hogy 2 kettő a 2x-ediken, kettő a 8 pedig úgy, hogy 2 a 3 hiszen az exponenciális egyenleteknél megtanultuk, hogy ott az a cél, hogy az alapok egyformák legyenek, mert akkor ö, sok gondunk ö, nem lesz, így pedig meg lehet ezt a példát oldani, és ennek az eredménye pedig 3 ketted. Nézzük a következőt. Lehet, hogy egy kicsit bonyolultabbnak tűnik, hogy törtes kifejezések szerepelnek a logaritmusba, de ez ne tántorítson el bennünk, ugyanúgy meg fogjuk tudni ezt is oldani, mint ahogy ö, megtanultuk. Ugye a 19 et át tudjuk írni, hogy 4 harmada másodikon. Ö, és látjuk, hogy az alapok majdnem hasonlóak, de csak majdnem, így így nagyon nem tudjuk megoldani szóval ezt a feladatot, de ezért egy kis cselhez fogunk folyamodni, hiszen a lényeg az, hogy az alapok megegyezzenek, ugyanakkor az értékük se változzon. Szóval nem írhatjuk ezt csak úgy át, hogy három negyed, hanem egy kis matematikai cselhez fogunk mi most folyamodni. Méghozzá úgy, hogy a 4 harmadot át lehet úgy írni, hogy háromnegyed, a mínusz másodikon. De hogyan jött ez így ki? Hogyha ö, elképzeljük azt, hogy ö, mit jelent az, hogy 3 negyed a mínusz másodikon, akkor azt úgy tudjuk elképzelni, hogy ugye a 3 a mínusz másodikon az nem más, mint 1 kilenced, mert 3 a négyzeten, ahogy tanultuk a hatványoknál. Ugye ez, ez, lényegében 4 a mínusz másodikon, azaz 1 16 od És törtet törtel -tört úgy osztunk, hogy reciprokkal szorzunk, vagyis 1 kilencet szer 16 egyed, azaz ez nem más, mint 16 ed azaz micsoda? 4 harmad. Így van. És ugyanazt az értéket kaptam, mint itt látható. Ezért a 3 negyed a mínusz másodikon ugyanaz, mint a 4 harmada a másodikon, csak ugye ehhez a cell-celhez folyamodtunk, hogy az alapok egyenlőek legyenek, és innentől kezdve ennek a feladatnak a megoldása nem más, mint x a mínusz másodikon. Menjünk tovább. Számítjuk ki a következő hatványokat. Ugye itt a logaritmus kifejezés hatvány kitevőként szerepel. Tehát 5 az 5-ös alapú logaritmus 7-en szerepel, és most megint ö, ugye fontos a logaritmus definíciója, hiszen ez alapján fogjuk mi megoldani a feladatot. A logaritmus definíció alapján ennek a feladatnak a megoldása 7 de ugye a lényeg az az ilyen feladatoknál, amikor a logaritmus a kitevőben szerepel, hatvány kitevőben, fontos itt is arra törekedni, ha leegyszerűsíteni akarom én most a definíciót, akkor, hogy a logaritmusnak az alapja és a hatvány alap is azonos legyen, mert akkor itt az a, log a B, tehát a B jelen esetben a 7-es, az megjelenik egy értékként. Ilyenkor ugye el lehet hagyni az 5 log 5-öt, és a megoldása ennek a 7. De ha például ö, olyan feladat van, hogy 3 log 3, ö, mit tudjam én, 8, akkor ennek a feladatnak a megoldása már rápillantásra is tudom, hogy ennek 8, hiszen ha leegyszerűsítem tényleg, és nem akarunk mélyebben belegondolni, akkor elég az, hogyha ilyent látok, hogy itt is egyforma, itt is egyforma, akkor ez lesz a feladatnak a megoldása. Mondjuk. Nézzük a következőt. Vannak olyan feladatok, és általában dolgozatban ilyeneket raknak be, amikor a hatvány alap, és a hatvány kitevőben szereplő logaritmusnak az alapja nem egyforma, ezért nekünk cselhez kell folyamodni, hogy ezt a hatvány alapot, jelen esetben a hetest, 49-esé varázsoljuk. De hogyan varázsoljuk mi ezt 49-esé? Úgy, hogy... Ö, értékében a hetes ne változzon. Ez olyan, mint a Mátyás király mese mondjuk, hogy hetesnek megmaradjon, de ugyanakkor legyen 49-es is. Hát ezt ugye az előző példában már jól megmutattam a törtesnél, hogy a 4 négyharmada a másodikonból, hogy varázsoltunk negyed a mínusz másodikont. Hát ennél is ezt fogjuk tenni. Ugye Ilyenkor azt kell csinálni, így a logaritmus a kitevőben szerepel, és a logaritmusnál az alapot az soha nem bántjuk, ezt jegyezzétek meg, hanem mindig ezekkel a számokkal fogunk variálni. Hát hogyan tudjuk a 7-es 49-esé 49 varázsolni úgy, hogy értékében ne változom? Hát egyszerűen, ha ezt megjegyzitek, hogyan kell ezeket a feladatokat megoldani, hogy ezt a 49-est, ami a logaritmus alapjaként szolgál, fel kell emelnem valahányadik hatványra, hogy hetest kapjak. Ez egy kicsit fordítotja az előző példáknak. A, hetest, a 49-est át tudom úgy írni, hogy 7 a 2x, ediken innentől kezdve már ez egy sima exponenciális egyenlet, ez pedig 7 az elsőn, azaz ennek a megoldása az x-nek a 1 2 -ed. tehát a 49-es, az egy kettedikre kell nekem emelni, hogy értékében ne változzon, mert 49 az egy kettediken, az bizony 7. És ha ezt én már átírtam, akkor leírom tovább ugyanúgy a feladatot, és látom, hogy itt az alap és a logaritmus alapja megegyezik. Igen ám, de itt van egy egy kettet szorzó, és itt jön be a logaritmus azonosság, ezért kell azokat is jó készségszinten elsajátítani, mert ezt fel kell ismerni, és akkor a következő képen kell átírni. 49 log 49 16 az 1 kettediken, ahogy a logaritmus azonossága is szól. Méghozzá azt az azonosságot használtuk, hogy a alapú logaritmus x a k adikon, az nem más, mint k szor a alapú logaritmus x. Ha itt már ezt megkaptam, 49, 49, azonos, azonos, akkor ennek a feladatnak a megoldása nem más, mint 16 az 1 kettediken, azaz, ha én most ezt a racionális hatványkitevőt átírom gyökös kifejezésé, hogy egyszerűbben meg tudja oldani, ugye ez gyök 16, ennek pedig a megoldása nem lesz más, mint egy négyes. A következő is ugyanolyan, mint ez az előző volt, tehát ugyanúgy járunk el, hogy a hármast hányadik hatványra kell nekem felemelnem, hogy 9-est kapjak, ugye, mint itt az előzőnél, és ez simán egy exponenciális egyenlet. Kijön arra, hogy X egyenlő elő 2, akkor lényegében a hármasom egy kettes kitevőt kap, tehát a 3 a négyzeten, szer log 3, 25, és a logaritmus azonosságai szerint járunk el felismerjük, akkor ezt át kell írnunk nekünk úgy, hogy log 3, 25 a négyzeten, azonos, azonos, ennek a feladatnak pedig a megoldása nem lesz más, mint 25 a négyzeten az pedig nem más, mint 625. Nézzük a következőt. Számítsuk ki az ismeretleneket. Megvan adva a logaritmus alapja, viszont a logaritmus numerusa hiányzik, de megvan adva, amit bevezettünk, hogy egyenlő x. Itt is ugyanúgy járunk kell a logaritmus definíciója szerint, hogy 5 az elsőn, egyenlő a-val, azaz a egyenlő 5-tel meg is oldottuk ezt a feladatot. Nézzük a következőt. Tízes alapú logaritmus c egyenlő 0. Ugye segítség kedvére az LG-t át lehet így írni, hogy tízes alapú logaritmus c egyenlő 0, 10 a 0 dikon egyenlő c-vel, azaz C egyenlő egyen, mert bármely szám nulladik hatványa egy, ugye? Nézzük a következőt. Ezt is ugyanúgy járunk el, hogy 8 a mínusz 2 harmadikon egyenlő F-fel, ugye a keresett uh, számmal. Ezt uh, lényegében át tudjuk úgy írni, hogy ne zavarjon minket gyökös kifejezésre, akár ugye köbgyök alatta 8 a mínusz másodikon, egyenlő f-fel, ugye itt gyakorolhatjuk közben a hatványokat és a gyököket is, a nyolca mínusz másodikon, ez egy nyolcad a négyzeten, és ha ezt szépen mi megoldjuk, köbgyök alatt lesz az egy hatvan negyed, és hogy mindenhonnan köbgyök vonunk, akkor ennek a feladatnak a megoldása pedig egy negyed lett. Nézzük az utolsót! Itt is ugyanúgy járunk el, 5 a mínusz 1, 2-en egyenlő hával. Ha ezeket így begyakoroljátok, hogyha itt van az ismeretlen, vagy itt van az ismeretlen, vagy a logaritmus alapja nincs meg, akkor ezt ha értelmezitek és megnézitek, hogy mit, melyik, milyen mechanizmus szerint kell eljárni, akkor ilyen feladatok tuti, hogy nem okoznak gondot. Ezt is át lehet írni. Úgyhogy 1 per 5 az 1, 2-en, azaz 1 per 4, 1, 5. Ennek a feladatnak a megoldása. Nézzük a következőt. Határozzuk meg a logaritmusunk alapját. Most pedig ugye a logaritmus alapja hiányzik. Az ilyen feladatokkal a Ugyanúgy a definíció segítségével fogunk eljárni, hogyha én az A-t felemelem a harmadikra, akkor 27-et kell kapnom, és most jön a gyökvonás, hogy ö, ugye a hatványozástak az ellentetje, ugye ezt egyenletként fogjuk megoldani, mi az ellentetje a gyökvonás, méghozzá ez a harmadik gyökvonás lesz, hogy A-t megkapjam, köbgyök alá kell vonnom a 27-et, és A egyenlő, hárommal. Nézzük meg a B feladatot. B alapú logaritmus 5, ezt félreírtam egy kicsit, egy kicsit így kiavítjuk. Logaritmus, B alapú logaritmus 5, egyenlő 1 ketted. Ez a feladat. Hát ezt hogy nézzük meg. B az 1 en egyenlő 5-tel és ezt a B az 1 2 át tudom így írni, ugye, hogy négyzetjük B egyenlő 5 tel és a, a gyökvonásnak az ellentetje, ugye a négyzetre is, B egyenlő 25-tel. Ilyen egyszerű. A következő feladatot is ugyanígy oldjuk meg, hogy C a mínusz másodikon egyenlő 9 negyeddel, ezt úgy oldjuk meg, hogy c a mínusz másodikon az lényegében nem lesz más, mint 1 per c a négyzeten. Ha átírjuk, egyenlő 9 negyeddel, és ha én ezt megoldom, ezt az egyszerű feladatot, méghozzá úgy, hogy egyszerű egyenlet rendezéssel, azért gyorsan de leírom, ugye egy egyenlő 94-szer C négyzet, ugye osztok 9, hogy hogy jön ki mégis, ez osztok 9 negyeddel, ez nem lesz más, mint 1 per 9 negyed, és itt már a reciprokot fogom venni ezen az oldalon, 1 szer 4 9 egyenlő C négyzettel, gyököt vonok, 2 harmad egyenlő C-vel. Ez lett ennek a feladatnak a megoldása. A következő videómban pedig logaritmusos egyenleteket, egyenletrendszereket, egyenlőtlenségeket fogunk venni.